Tehát vágjunk is bele. a Föld rendszer az egy elég bonyolult rendszer, sokkal bonyolultabb annál, mint amit képzelünk róla, és hát a, természet azért kitalálta azt a módot, hogy hogyan lehet a föld, föld, éghajlatát szabályozni, és ezt, ezt négy alapvető mód valamelyikével tudta eddig a Föld során megtenni. Ugye az első az a nap fényességének a változása. Kicsit befordítom ezt a monitort, hogy ne kelljen hátra nézegetni. Tehát a nap fényességének a változása, ez a mi esetünkben nem játszik. Ugye amikor a Föld kialakult a naprendszerben, akkor a nap 30 a kisebb intenzitással világított. Tehát ha akkor éltünk volna, akkor annyival homályosabbnak láttuk volna a napot. És ez a 4,6 milliárd év alatt szépen fokozatosan ez az intenzitás növekszik. És hát majd egyszer egy pár milliárd év múlva már egy kicsit sok lesz belőle, Ugye ez valószínűleg mindenki tudja, hogy a, a, a még a naprendszer megszűnése előtt a nap be fogja kebelezni a Földet, és hát egy ilyen vörös óriásként tulajdonképpen lakhatatlanná teszi, de hát ez nem a mi problémánk lesz. Tehát ez a tényező nem játszik. A következő, amivel a Földnek, vagy a, vagy a természetnek sikerült az éghajlatot befolyásolni, szabályozni, az a Föld elemeinek a változása, tehát az a... Az a viszony, ahogy a Föld és a Nap egymáshoz ugye viszonyul, mármint távolságban, a Föld dőlésszögében és egyéb mozgásának bizonyos jellemzőiben, ez, ez ez már egy picit gyorsabb és, vál, és periodikusan változó folyamat. Ez okozta a jégkorszakok és a köztes melegebb időszakok változását az elmúlt két millió évben. Tehát ez, ez már azért... Kisebb időléptékkel tud változást előidézni ez a fajta ö, 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 csillagászati állapot, viszont hát azért ennek az idő állandója az emberi léptékkel, amiről most beszélünk, ugye éghajlatváltozást most, hát néhány évtizedes évszázados skálán próbáljuk értelmezni, itt ez a tényező gyakorlatilag nem játszik. Ha belenézünk egy picit a múltba, és nem túl ö, rég múltba, ugye a negyed időszakba, amikor is az elmúlt két millió évben, amikor is ugye a Földnek a az éghajlata elég rapszodikusan változott, bár ugye említett szabályszerűségeket figyelembe véve, kvázi periodikusan, akkor a Földnek az állapota az ilyen tartományban változott az elmúlt 2 millió évben. Erről az elmúlt 800 ezer évről vannak részletes hőmérsékleti levegő összetételi adatok. Ezek a Antarktiszi jégben őrződtek meg, és ezeket ebből lehet rekonstruálni. Ami ebből érdekes, Ugye így az látszik, hogy hát így oda-vissza leng a Földnek a hőmérséklete, ugye jégkorszakok és integraciálisok váltják egymást. Ami innen látszik az az, hogy a jégkorszakok azok sokkal tovább tartottak, és a Föld ö, ezen, ezen időszakának a nagyobb részében a Föld átlag hőmérséklete sokkal alacsonyabb volt a mainál, és azok úgymond kegyelmi időszaknak számítanak lehet, hogy egére kéne mutogatni, de mindegy. Tehát amikor is a mai átlag hőmérsékletet, amit az ábrán a vízszintes vonal jelöl, tehát az a mai középhőmérsékletnek felel meg, a hőmérséklet meghaladta. Azt figyeljük, vagy azt azért vegyük észre, hogy ez a skála nem lineáris, tehát az elmúlt 800 év az ugye más skálán szerepel, mint az elmúlt 20 ezer, tehát kicsit ki van nyújtva a vége, de most egy elég kellemes időszakban élünk, a jégkorszakban most is jégkorszak van, hiszen a pólusokon, mindkét póluson jég található, viszont a hőmérséklet az a elmúlt időszak egyik legkellemesebbike mostanáig. Amit még érdemes erről észrevenni, az a hőmérsékleti skála. Ugye amikor a jégkorszakok voltak, és mondjuk a legutóbbi jégkorszak minimuma, ez a 23 ezer évvel ezelőtt, akkor a hőmérséklet olyan 6 fokkal volt az átlag hőmérséklet, alacsonyabb, mint a mai. Hát 6 fok annyira nem tűnik olyan vészesnek, mert hát, hát azért az úgy kezelhetőnek tűnik, de mondjuk akkor képzeljük el, hogy mi, vagy hát az, hogy milyen állapotok uralkodtak akkor, és vegyük Európát, Lengyelország és Németország területén, Három kilométeres állandó jég volt télen nyáron, tehát ez volt a 6 fokkal kevesebb állapot. Hát azért az nem annyira kellemes, most ugye nincs, ez a, egyébként Izlandon őrződtek meg ennek az állandó jégnek a nyomai, tehát ott még vannak ilyen, persze nem ilyen vastag, de ilyen, ilyen megő, ebből az időszakból megőrződött jégmezők. Tehát azért az, hogy 6 fokkal kevesebb volt az azért átlaghőmérséklet, az nagyon nagy nagyon különböző éghajlati állapotot jelent. Ezt azért mondom, mert ugye amikor beszélünk földi átlaghőmérséklet növekedésről, a, mármint éghajlatváltozás kapcsán, akkor ugye hát ott ugye egy-két fokokról, három-négy fokokról beszélünk, hát, hát az most úgy annyira nem hiszem, hogy bárkit megérint, de hogyha abba gondolunk bele, hogy ezek az átlaghőmérséklet nem túl nagy különbségek, milyen éghajlati állapot különbségeket jelentenek, akkor már van félnivaló. Tehát az átlag hőmérséklet mindig csalóka, és annak a kis változása is az jelentős éghajlati változásokat jelent. De visszatérve ugye erre az ábrára, tehát azt az oldalt, az gyakorlatilag elfelejthetjük, mint tényezőt, hiszen ilyen léptékben, ilyen sebességgel ezek a földnek a naphoz viszonyított állapotai nem változnak, ezeknek ilyen 11 ezer év, 40 ezer év, 110 ezer éves periódus idejük van, tehát ez itt ilyen néhány évtizedes skálán nem játszik.